A napi pont t vettem elő, és először egy esti információ, mert hogy csütörtök este 22 órától hatályos az a kormányrendet, amelynek értelmében ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárok, illetve az ukrajna területén jogszerűen tartózkodó ukrán állampolgárságon nem rendelkező személyek Magyarországon is benyújthatják menekültügyi kérelmüket, és így a magyar hatóság ideiglenes védelmére jogosultként ismeri tehát elég át jönniük, és utána majd itt lehet intézkedni, és a kérelmeket beadni. Többek között ez szerepel a magyar közlönyben, és a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs tagjai, a testület tagjai is felsorolásra kerültek a közlönyben. Még egy érdekesség a napiról, hogy ból, hogyha már itt tartunk ma reggel azzal, Foglalkozik az online újság, hogy ugye számtalan szankciót bevezettek, és gyakorlatilag folyamatosan jönnek óránként a hírek, hogy melyik ország éppen milyen gazdasági szankcióval, hogy zárja el a, 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 a lehetséges magánszemélyek, cégek, állami intézmények számláit, hogyan blokkolják ezeket az átutalásokat. Ugye jött először Boris Johnson, talán aztán este Biden. Többek között egyébként a, a hírmagyarázók azt mondják, hogy ezért is nyugodhattak meg a tőzsdék a tengeren túlon. Az újabb szankciók bevezetésének hírére. Szóval folyamatosan jönnek ezek a hírek, és a napi pont arról ír, hogy ezek kiátszására, tehát legalábbis a pénzügyi ö, ö, szankciók kiátszására és a tranzakciók és lehetőségek elzárására a kriptodevizák jelentetnek majd kiútot esetleg az oroszoknak. Ezt a Bloombergre hivatkozva írja a napi. Ö, ami ugye, ahol ugye nincsen semmilyen felügyelet, ott nincsen semmiféle ö, köztes, bármi, tehát az a bizonyos nagy függetlenség a, a kriptodevizák esetében, az most hát éppen furcsán fog működni. Az én most ragott, mert szembe jutott a te apró megjegyzésed a kriptodevizákkal kapcsolatosan. Tegnap a mínusz 10 ja. a digitális arany a... És Ö, nem, és nem hát igen, igen le, hogy ezt nem átallottam a hét is, eszköd, hét is megemlíteni, hogy hát ugye... Ennyire digitális arany, mert igen. para esetén, hogy nagyon a eset, mint bármi más szinten. Jó, hát igen. nem, de egy a 10% a bitcoin igen, igen, volt igen. reggel, mikor ébredtünk. Hát igen. De ez egy lehetséges a... szerepe lehet, ez hogy, hogy itt felhasználásra kerüljön, igen. De egyébként hm. én meg azt reagáltam, hogy hát a valódi arany sem olyan, mint régen. Tehát őszintén hát szóval nem. Egy Itt egy két-három azért... százalékot mutatottam, hát hogy vissza is adott. az a két Igen. Abba sincsen semmiféle menekülés, de már évek óta nem emelkedik, és történt itt bármi. Hát annyi, hogy akkor napon belül egy picike-picikét megugrít. Sőt, hát nem van is a el? háborús kör, hát ugye azt, aztán tipikusan ugye ilyen infláció elleni Igen. védelemként Na, És az, az infláció az... itt van velünk legalább egy éve, szép... De ma... hogy egyre durvább mértékben minden erről szól. Uh... És, és ilyen sem, hát hogyha azzal kéne megvédeni magunkat az infláció ellen, akkor, hát, akkor... nem járnánk túl jól. Igen, szóval... Teljesen ilyen... megváltozott aranynak a szerepe. De De azért mindig fölmerül, hogy hát akkor infláció arany, és geopolitikai feszültség, arany, arany, arany. nézzük már a grafikonjára, semmit se csinál. Igen. Semmire se reagál pozitívan. De, vagy, illetve rögtön vissza is adja. Tehát tele van a sajtó azzal, hogy na, az arany emelkedett. Igen, egy picit, amikor éppen az első hírek jönnek, aztán az meg már senkit se izgat, hogy vissza is adja. Igen. Tehát az nem járt annyira jól, aki ebben hit ezt helyesen kiszúrtuk, hogy mi az, ami nem alkalmas arra, hogy elrejtsük a pénzünket ilyen krízisbe. Egyelőre a megoldás viszont még nem találjuk, hogy hova kéne menekülni. De az infláció. Az De egyébként Igen. én pont egy olyan cikket ollóznék a amely a kevés cikk van, amely nem a háborúval foglalkozik, illetve ahhoz kapcsolódóan, viszont portfólión van egy most részletes elemzés, részletes számításokkal, arról nagy dilemmáról, hogy a korábbi években agyon sztárolt, és hát nem véletlenül hívták, és találták ki a szuper állampapír elnevezést a MAP pluszra, még most is ezzel a címmel sikerül a cikket eladni, amiből egyébként kiderül, hogy baromira nem abba érdemes fektetni, okay. legalábbis, ha olyan valaki szuper. igen, mert az infláció követő állampapír most sokkal jobb per pillanat. Amikor megváltoztatták a kondícióit, följavították néhány héttel ezelőtt, akkor onnantól kezdve, ez teljesen egy egyértelművé vált, de... Hogyha valaki most fektet be, és mondjuk friss pénzzel érkezik, akkor meg lehet nézni. Nyilván különböző feltételezésekkel kell a számításhoz élni, hogy milyen lesz a következő években az infláció, és azt lehet összehasonlítani a fix kamatozású MAP plusszal, alias szuperállampapírral. Nincs olyan számítás, ami az infláció követő papírnak a nagy előnyét mutatná a következő három, de inkább az öt évben is nagyon nehézen elképzelhető, hogy a versenyben a MÁV plusz legyen jobb. Ha viszont az a kérdés, hogy valaki benne van a MÁV pluszban, hogy átpattanjon-e, ott már azért vannak olyan, ott már lehet olyan inflációs helyzet, meg az sem mindegy, hogy mennyi van még hátra annak a lejáratából, mert hogy minél tovább ülünk benne, annál nagyobb a lépcsős kamatozása van, alacsonyról indul, majd ha már benne voltunk két évet, akkor a harmadik évben magasabbak a kamat a is magad, magas, és az a bizonyos 4,95 százalék az akkor jön ki, hogyha öt évig megtartjuk, és az a éves átlagos hozam. Tehát ha valakinek ilyen van, vagy ilyen dilemmája van, hogy, hogy átpattanjon-e a MAP pluszból, annak különösen ajánlom ezt a cikket, mert a sok forgatókönyv mind ki van úgymond számolva, hogy illetve Igen. az, hogy érdemes-e, illetve mikor érdemes váltani. Az szerintem nem kérdés, és erről már én is sokat, sokat beszéltem, és foglalkoztam, meg írtam is róla, hogy, amik, hogy, hogy ha valaki most akar befektetni, illetve új pénze van, akkor az infláció követő egyértelműen és egyértelműen jobb lesz. És egy apró betűs megjegyzés viszont még mindig érdemes ide vigyezteni a végére. Van egy óriási különbség a kettő között a likviditásban, az eladhatóságban. A MAP Plus-ból bármikor ki lehet pattanni 0-25-ös jutalékkal, úgymond, illetve annyi költséggel, sőt a kamatfizetések idején ingyen, tehát költségmentesen. Ellenben a infláció követő papírra árat jegyeznek, és hát fél százalék szokott lenni, de lehet, hogy több, tehát Igen. Abszolút nem tudhatjuk, hogy milyen áron veszik a majd mars. tőlünk vissza. Úgyhogy ott azért, ha valaki nem teljesen biztos benne, hogy pár évig nincs szüksége erre a pénzre, akkor azért elgondolkodtató, hogy akár a kisebb eh, hozam mellett is a likvidebb, illetve eladáskor eh, kisebb költséggel értékesíthető papírt. Hol van az összeállítás? A portfólió, az a portfólió, az elég, ja, portfólió, portfólió, igen, portfólió, bocsánat, igen, portfólió. Jó, igen, kérdezte a Facebookon is, hogy ez most lapszem, lehet, hogy túl sok volt benne a szubjektív, és ezért elvesztett a fonalat. Nem, ez, de ez lapszem. Nem, ez abszolút portfólió, <laughs> tehát egy érdekes és fontos cikk, sok-sok számítással, úgyhogy azért is ajánlottam, hogy ezt a portfólión érdemes megnézni. És nyugtasd, Nem egy zenénk, és e, utána. Zenéhetünk, szerintem van annyi időnk, igen.